Szép számú közönség látogatott el a megújult közösségi ház átadójára Kaposszekcsön. A járványügyi előírásokat figyelembe véve a szabadtéren szervezték meg az ünnepélyes avatást. Annak idején, amikor megnyertük ezt a pályázatot, sokan kérdezték, hogy miért is kell ezt felújítani. Milyen jó állapotban van. De aztán igaz, hogy használható volt, amikor elkezdtünk kipakolni, akkor látszott igazán, hogy tényleg mekkora szükség is van erre a fejlesztésre. Mennyire szükség van arra, hogy ez felújításra kerüljön. A közösség szolgálatban mennyire megkopott, és mennyire megérdemli maga az épület, megérdemli Kaposszekcső lakossága, hogy ez a hely ismét új fényében ragyogjon. Vadáci Csiba Zsuzsanna, Kaposszekcső polgármestere elmondta, a jelenlegi helyzet pont arról szól, hogy tartsuk egymástól a távolságot, ne csoportosuljunk, ne menjünk közösségbe. S egy ilyen időszakban átadni egy olyan teret, ami pont a közös programoknak ad helyet, véleménye szerint egy üzenet, egy jel arra, hogy van jövője a közösségi háznak, és várja látogatóit, ha a járványügyi helyzet mérséklődik majd. Végre itt állhatunk Kaposszekcsőn a közösségi ház felújításának az eredményeként a háznak az átadóján. Régóta várunk erre az eseményre, márciusra terveztük, ezt ugye el kellett halasztanunk mostanra. Most is majdnem meghiúsul, de azért ragaszkodtuk, hogy legalább ezt az átadót megtartsuk, és ehhez hozzáfűzzünk még pár rendezvénypontunkat. A pályázat még az előző testület ideje alatt lett beadva. Akkori jegyzőasszonnyal és akkori polgármester asszonnyal készítettük ezt a pályázatot. Közel 20 millió forintot nyertünk az egészre, ebből 15 millió forint volt körülbelül az, amit az építésre költhettünk. Hangosítást szereztünk be, fénytechnikát, amivel színvonalasabbak lesznek majd ezentúl a rendezvényeink, valamint ugye rendezvények megvalósítására is fordítjuk ezeket a forrásokat. Ezt az átadót ezt összekötöttük egy helyi termékfesztivállal is, bent az épületbe, majd megfelelő maszk és egyéb óvintézkedések mellett átvonulással meg lehet tekinteni a kiállítást, tehát be direkt azért nem raktunk másik programot, egy áthaladó kiállítást lehet megtekinteni helyi termékekből, illetve kárpátaljai festőknek a munkájából. Kint pedig ugye az átadó zajlik majd, gyakorlatilag szeretnénk megköszönni az átadó során azoknak, akik tevékenyen részt vettek ebben a munkában, hogy ismét megszépülhetett ez az épület, illetve összekötöttük ezt azzal is, hogy két óvónőnk 40 év után vonult nyugdíjba, mind a kettő szinte 40 évet töltött tényleg a körünkben, és ezért meg szeretnénk itt nyilvánosan köszönni nekik a munkájukat. Az eseményen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is tiszteletét tette. Beszédében elmondta, a kaposszekcsőiek nem estek kétségbe a koronavírus járvány miatt, hanem inkább a jövőre gondoltak és építkeztek a pandémiás időszak alatt. Tavalyi év őszén döntött arról a Magyar Országgyűlés, hogy 2020 az összetartozás, a nemzeti összetartozás éve lesz. És amikor így döntöttünk a tavaly, akkor nem gondoltuk volna azt, hogy nem csak a nemzeti összetartozás éve lesz a 2020-as esztendő, hanem egyúttal a nemzeti szolidaritás éve is. Hiszen amellett, hogy megemlékezünk a 100 évvel ezelőtti dolgokról, megemlékezünk azokról az emberekről, akik elszenvedték a trianoni békedöntést, aztán elszenvedték utána a második világháború borzalmait, ott voltak a különböző forradalmakban, végigcsinálták az elmúlt jó néhány évtizedet. Talán bennünket, magyarokat rádöbbentett arra, hogy most van idő arra, hogy felkészüljünk a következő időszakra. Amikor nem lehet ilyen rendezvényeket tartani, akkor viszont lehet fejlesztéseket lebonyolítani, rendbe lehet szedni az önkormányzati épületeket, rendbe lehet tenni az intézményeinket, van időnk arra, hogy a településeinket szépítsük, és talán forrásunk is több van erre, mint azt megelőző időszakban, hiszen erre tudjuk a forrásokat fordítani. Országgyűlési képviselőnk az elmúlt időszakban több olyan rendezvényre is meghívást kapott, ahol valamilyen fejlesztés valósult meg. Mint mondta, öröm ilyen helyekre ellátogatni, jó látni azt, hogy egy-egy település valamely része megújul, megszépül, valamint hogy a vidék is részesülhet az állami és uniós forrásokból.
Ma már ez a harmadik átadó ünnepélyes esemény. Závodon, illetve Tevelem volt egy-egy útnak az átadása, sőt, ez nem egy-egy utat jelentett, hanem Závod esetében három utcának a felújítását jelentette, jelentős forrásokat, mind a Magyar Falu programból, mind pedig a belügyminisztériumi keretből. A héten egyébként már három községben hasonló esemény zajlott, Kölesden, Harcon és Grábulcon, és ehhez a fejlesztési sorozathoz kapcsolódott most itt Kaposszekcsön a közösségi háznak a felújítása, megújítása, illetve eszközök beszerzése. Összesen 20 millió forint fejlesztésről beszélhetünk, ebből közel 15 millió forint volt az, amit a Magyar Falu programból kaptak. Örülök annak, hogy ilyen sokan eljöttek. A környező települések vezetői is itt voltak, illetve a helyi lakosok. Én azt gondolom, hogy ha betartjuk a járvány a vonatkozó előírásokat, és biztonságosan szervezzük meg ezeket a társadalmi rendezvényeket, akkor korlátozott számban természetesen ilyen helyeken is meg lehet jelenni. Sajnos a bál a születi felvonulása hétvégén elmarad, de így is nagy öröm a kaposszekcsőieknek, hogy az új létesítményt birtokba vehetik. Sajnos a rendezvény az eredeti tervekhez képest módosítva valósult meg. A nagy izgalommal várt borvacsora elmaradt, annak megszervezéséről a későbbiekben gondoskodnak.